pénzügyminisztérium anyagából kiderül, a hazai vállalati szektorban a munkavállalók több mint 42%-a minimálbért vagy garantált bérminimumot kap. Világosan kiütköznek a területi különbségek is. A keleti országrészben sokkal többen dolgoznak minimálbérért, mint nyugaton vagy Budapesten. Ez alól sajnos kivétel Somogy. Nálunk több legkisebb fizetésért dolgozó csak Szabolcsban és Békésben van. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, tiszteltem! A Dolo Pizzeria mind a 11 alkalmazottját érinti a bérminimum emelése. A tulajdonos azt mondja, a vendéglátóhelyek kevésbé tudják érvényesíteni áraikban a többletköltséget, mint például az üzletek. A Dolóban legutóbb másfél éve volt áremelés. Ráadásul óriásiak a területi különbségek, a bérminimum viszont mindenhol ugyanaz. Vidéken vagyunk, egy pesti, egy balatoni, egy frekventált helyen lévő pécsi éttermek, vendéglátóhelyek sokkal könnyebben be kell építeni az árba, mert ugyanaz a szolgáltatást, amit mi adunk, tapasztalatból tudom, hogy sokkal gyengebb minőségben, sokkal, de sokkal drágában tudják a vendégek számára, amíg ott sorbálnak érte, itt nálunk ez sajnos nem mondható el. Az üzletvezető szerint tovább növeli a gondokat, hogy a diplomás minimálbér bevezetése után a szakmák elvesztették a becsületüket. Hiába keresünk szakembereket, és nem csak én, és nem csak a vendéglátóban, hanem bármelyik szakterületen, bármelyik barátommal beszélgetek, az most lehet könyves bármilyen szakmába. Mindenki ugyanaz a gondol küzd, hogy nincsenek megfelelő szakmunkások utánpótlásba. Sajnos, tisztelt a kivételnek, kevés helyen folyik jó szakmunkás képzés. Ez a legnagyobb gondja az építőipari cégeknek is. Az egyik nagyatádi vállalkozás vezetője azt mondja, már semmelyik szakterületre sem tudnak felvenni fiatal szakmunkásokat. Most már csak a felnőtt képzésben látják a megoldást. A bérek emelése mindenképpen indokolt szerinte. Minden tiszteletem az emberek, akik megélnek egyébként, és családot tartanak fönt a minimálbérből. Tehát kell, hogy emeljék, mert anélkül nem fog működni. Tökéletesen egyetértek egyébként magával a béremeléssel. Az, hogy egy kicsit más elosztást lehetne tenni, hogy az állam többet vállalna be belőle, mint amennyit így vállal, azzal egyetértek, mert sajnos a fizetőképes kereslet az nem követi olyan szinten, legalábbis a mi vidékünkön. Tehát legjobban erre tud nyilatkozni, mert Budapest, Székesfehérvár, Győr, vannak ismerek helyeket, meg építőipari cégeket, meg gyártó cégeket, akik olyan szinten vannak, hogy nem okoz nekik gondot ez. A cégvezető hozzáfűzte, a 60 dolgozójukból mindenkit érint a béremelés. Mert ha a legalacsonyabb fizetéseket növelik, akkor a többiekét is kell. Ha az ember egy béren foglalkoztatja, akkor az bér feszültséget kelt az emberek között. Nyilván, akinek magasabb képzettsége van, tudása jelentősebb, az díjazni kell valamilyen szinten. Tehát ennek okán mindenkit érint. A szálláshely kiadással foglalkozó vállalkozások szintén jelentős érintettségről számoltak be. Például a Hotel Solar 19 alkalmazottjából 15 minimálbéren dolgozik. Országosan a magyar tulajdonú cégeknél a dolgozók majdnem fele, míg a külföldieknél a munkavállalóknak csak a negyede dolgozik a legkisebb bérekért. Az utóbbiak Nagyatádon is jobb helyzetben vannak. Például a német kézben lévő DLH Kft. Tavaly kétszer is emelte a munkások bérét. Cégünk a tavalyi évben a minimálbér és a garantált bérminimum esetében előírt januári 8, illetve 12%-os béremelésen felül 2018. szeptember 1-től a fizikai dolgozókat tekintve egységesen egy újabb, nagyobb mértékű 25%-os órabéremelést hajtott végre. Ez év január 1-től ezek az órabérek további 8%-kal emelkednek, így az elérhető havi nettó bér betanított munkások esetében 2019-ben a ledolgozott munkaórák számától függően nettó 140 és 185 ezer forint között várható. Ehhez jöhet még a nettó 18 ezer forint jelenléti bónusz, annak ellenére, hogy a kormány ezen jutatások terheit jelentősen megemelte. A Classens Groupnak szintén minden munkatársa többet keres a minimálbérnél, illetve a bérminimumnál. Összesen csak nem 250-en dolgoznak a cégnél. A dolgozóknak az átlag óra bére 1275 forint, ezt a fizikai munkavállalókra értjük, ami körülbelül 70% az egész állományt nézve.
Az elmúlt két évben összesen nettó 30%-os fizetésemelésben részesültek a dolgozók, idén pedig 10% fizetésemelést kaptak. Természetesen nem csak a vállalkozói, hanem az állami szektort is érinti az intézkedés. A közfeladatot ellátó szervek közül könnyebb helyzetben vannak azok, amelyeknek az állam biztosítja erre a fedezetet. Például az iskolák. Az Adi gimnázium 26 alkalmazottját érinti az emelés. Közülük a technikai dolgozókat és a nevelés-oktatás segítő pedagógusokról beszélünk. Akinek van szakképesítése, ő megkapja a garantált bérminimumot, ez 24 fő, és mindössze két fő az, akinek nincs meg a szakképesítése, tehát ők minimálbér emelkedésben részesülnek. És mindezt a szakképzési centrum a költségvetéséből biztosítja, mert hát az állam ad erre megfelelő keretet. Ennél nehezebb helyzetben vannak az önkormányzatok. Nekik nem ad erre többletforrást a kormány. A 300 alkalmazottból 230 főt érint a minimálbér emelés, vagy a garantált bérminimum emelkedése, aminek örülünk, csak ennek a költségét nem adja meg számunkra az állami költségvetés, hanem nekünk kell biztosítani. Ez 2019-re 48 millió forint többet kiadás kellett. Ez önmagában is jelentős összeg. Ám ha ehhez hozzáveszünk a tavalyi és a tavaly előtti ugyanilyen kötelező emeléseket, akkor látszik igazán, mekkora terhet jelent ez. Összességében 106 millió forint többletkiadást jelent a önkormányzatunk részére. És ezt valahonnan el kell venni. Éppen ez az, ami a kisebb vállalkozások zömének is fejtörést okoz. Tegyük hozzá, a tárca elemzése nem terjed ki a több mint 1 millió önálló vállalkozóra, és a mintegy 150 ezer közfoglalkoztatottra sem.